Beindult a nagy üzem a budapesti Honvéd férfi vízilabda csapatánál, ugyanis a hétvégén kivívott magyar kupa továbbjutás után szerdán ismét vízbe ugranak Merész András fiai. Az ellenfél ezúttal a KSI együttese lesz, ahol sok tehetséges fiatal játszik, így az oroszlánosoknak nagy elánnal kell beleállniuk a mérkőzésbe, hogy begyűjthessék a papírforma alapján elvárható 3 pontot. Miután a mi célunk elsődlegesen a 8 közé jutás, és a várhatóan mögöttünk végző csapatokat kötelező oda-vissza verni, ezért a KSI-t is meg kell vernünk. Ezzel együtt mindig is veszélyes volt a KSI-ben, nagyon sok, nagyon fiatal, de nagyon tehetséges játékos játszik. Ráadásul igazi KSI iskolát képviselnek, amit mondjuk ebben a csapatban, azért a mi csapatunkban is van egy pár olyan játékos, aki ott nevelkedett, tehát pontosan ismerjük az ő erényeiket és hátrányaikat, úgyhogy ebből majd készülünk, megpróbáljuk kihasználni. Ott is egy magabiztos győzelemet szeretnék látni. Hozzá kell tegyem, hogy a bajnokság egy kicsit más kávéhez, mint a magyar kupa, mert a bajnokságban 3 pontot adnak az egy gólos győzelemért is. Ezzel együtt ahhoz, hogy a későbbi meccseket jól vegyük, ahhoz egy magabiztos önbizalom növelő mérkőzést szeretnék látni. Várunk tehát mindenkit szerda este a Kőér utcában egy jó kis vízilabda meccsre. Csak a Honvéd.